A lébőjtnél mentesítjük a májterhelést. Ezt beledobhatod? Persze, nyugodtan. Még az sem mindegy azonban, hogy milyen színű az italunk. A narancs például sárga. Csatornák vannak bennünk, és az egyik fontos központ az az energetikai napfonat csakra, ami a köldök felett helyezkedik el, aminek a színe sárga, és ezzel a sárga színnel igazából a energiát szeretnék adni a vendégeknek. A lébőt ugyanis hiába tisztítja ki a májat, ha nem tisztul az energiarendszer és a lélek. Már kész is a zellerlé, persze a holisztikus lébőtnél kizárt, hogy azt igyem, amit ki nem állhatok. Ha nem jó a zeller, jöhet a karalábé. Ne kelljen kényszerből meginni, csak azért, mert ezt kell, mert az nem jó, energetikailag sem jó, mert lesz egyfajta rossz érzés, egy kényszerérzés, és ez negatív hatás, és ez nem építő jellegű.